köztisztasági és közbiztonsági akcióját a Budapest Közlekedési Központ az Őrs vezértere után a Boráros téren folytatja. A BKK ZRT, a BKV ZRT, az FKF ZRT, a BRFK, a Föri, a Főkert ZRT, valamint a Menhely Alapítvány közös kezdeményezésében a Fővárosi Közterület fenntartó ZRT munkatársai május 3-án éjjel kezdtek, május 4-én pedig reggel folytatták, mely során megtisztították a teret és az aluljárót is. A Boráros téren azért kezdtük a kéthetes akciónkat, mert állampolgárok, a Boráros téren közlekedő gyalogosok, illetve BKK ügyfelek jelezték azt, hogy problémásnak tartják a teret, egyrészt közbiztonsági, másrészt pedig köztisztasági szempontból. Ma éjjel az aluljárókat takarították első körben, napközben pedig itt a Boráros tér felszínén, illetve a túloldalon a 2-es villamos, illetve a HÉV megállóban fognak majd takarítani. Ezt követően rendszeresen járőröznek majd a 9. kerületi rendőrségnek a munkatársai, illetve a Föri, tehát a Fővárosi Önkormányzat rendészeti igazgatóságának kollégái is figyelik majd azt, hogy biztonságos legyen a köztér. A BKK első ilyen közös szervezésű akciója az Őrsvezér terén indult még márciusban. Jelenleg a második helyszín a Boráros tér, és folyamatosan vizsgáljuk azt, hogy melyek azok a terek, amelyeket hasonló kezdeményezés keretében megtisztíthatunk. Így könnyen elképzelhető az, hogy például a Kálvin térre is sor kerül majd a következő időszakban. Az akció 2 hétig tart, később pedig ezt szeretnék rendszeresen is megismételni, és számítanak a lakosság együttműködésére is.